Ha valaki most rákeres az interneten pályafutásom első két évét rendkívül meghatározó sorozataimra, volt például egy ilyen, hogy Soma egy napi játék. Volt Soma 10, Soma 100, Soma 1000 napi játék is, de arról most jelenleg nem akarok beszélni, csak és kizárólag a Soma egy napi játékról. Ugye itt érdekes dolgokkal találhatja szembe magát, például itt van, hogy napi játék 84, napi játék 66, napi játék 130. Na de mi is történt ezzel a sorozattal, és miről szólt egyáltalán? Erről fogunk egy kicsit beszélni, illetve hát egy soma egy napi játék részt fogunk gyakorlatilag itt látni ebben a videóban, ami azt hiszem a 68. rész, talán hogyha az új számozással akarom Csinálni. Ugyanak az egész videónak a lényege az lett volna, hogy elmondom, hogy miért következik a 130. rész után a 67. lényegében az történt, hogy volt egy időszak, amikor a kevésbé nézett videóimat töröltem, a sorozataimat átszámoztam egy új számmal, így következik a 130. rész után, az újra számozott verzióban a 66. rész, majd a 67. és ez a 68. Ugye ebben a sorozatban gyakorlatilag végignéztük egy nap alatt a kastélyunkat, és megnéztük, hogy mi történt benne, mit kell csinálni benne. Tehát gyakorlatilag nem minden nap készült egy ilyen somány nap játék videó, mert mondjuk hát kb. két évig futott a sorozat, kb. olyan 700 résznek kellene lennie, de hát annyi kapacitásom azért nem volt. Viszont amennyit így egy nap alatt játszottam egy kastélyal, az volt egy ilyen napjáték részbe benne aminek nem volt úgy semmilyen különlegesebb témája. Tehát, hogy tényleg csak annyi, hogy így begyűjtöttük a napi jutalmakat, kicsit toborozgattunk, kicsit támadtunk, kicsit megnéztük, hogy mit lehet fejleszteni. Úgyhogy ebben a részben is ezt szeretném csinálni, és hát utána megnézzük, hogy milyen különbségek vannak. Például ugye 5 évvel ezelőtt nem nem kellett megnézni a tábornoki fogadót. Aztán, hogyha tett nektek ez a formátum, akkor később is ö, szívesen visszatérek rá, és akkor csinálunk még egy-egy ilyen videót. Valószínűleg nem napi rendszerességgel, hanem mondjuk heti, két hetente, egyet-egyet, csak úgy megnézzük, hogy hogy áll Ez egy kiváló alkalom arra, hogy esetleg olyan dolgokat is megnézzek videóba, amit csak így rutinszerűen végig szoktam pörgetni, de kiváló alkalom arra is, hogy a videók között megnézzük, és nyomon kövessük szép lassan a fejlődést. Úgyhogy kezdeném például azzal, ami egy viszonylag időigényes folyamat, hogy el akarom kezdeni itt a berimondi táboroknak a támadását, ugyanis uh, már kevesebb, mint egy nap, igen. 21 es fél óra van hátra az eventből. Szeretnék egy-kettőt kémkedni, mondjuk támadjuk először a macikat. Ez azért fontos, mert akkor minden kastélyban macikat kéne támadjam először, hogy ne keverjem össze. És kezdjük el őket lekémkedni, kezdjük el őket majd támadni és akkor utána pedig majd nézegetjük a további dolgokat. Jövendőmondónál már voltam, az ingyen 100 darab Ruinomér, igen erről a császári pártfogói építkezésről. Erről már készítettem egy külön videót, úgyhogy ha nem láttátok, akkor azt nézzétek meg. Abban összefoglalom, hogy mi van. És hát úgy látom, hogy vannak itt új dísztárgyaink, amiket igazából egy olyan kastélyba vagy erődbe kéne lehelyezni, ahol a Lehető legtöbbet adják hozzá igazából az életünkhöz, illetve hát lehetőségünk van az ilyen általános napi játék részekben régen is lehetőségünk volt, és most is megragadom az alkalmat, hogy egy kicsit beszámoljak arról, hogy miért nem volt az utóbbi időszakban videó. Hát ha a hangomon, hogy még mindig nem vagyok százas, de most már legalább tudok összefüggően percik beszélni anélkül, hogy szétne szakítaná a hangomat és a tüdőmet és az agyamat a kölgés. Most már amúgy a iskolából és a munkából is kimaradok, úgyhogy ezért gondoltam, hogy akkor legalább a videózást toljuk meg egy kicsit, amíg így betegszabadságra ítéltem magam. Ugye 5000-5000 a közrend a királyságokon, 20.000 a nagy erődjeimben és a fővárban, illetve 12.000 a kiserődömben, és szerintem azt fogjuk most egy kicsit ezzel a pár közrendponttal helyre tenni, ugyanis ebben ugye 6 darab 100%-os termelésű kajatermelő termelő épület van, a többiben viszont 8-8, úgyhogy inkább a 3/4-t kéne itt tartani a közrendnek a többiekhez képest, nem pedig a 3/5-t. Úgyhogy minket 15 ezerre itt föl kéne tornázni a közrendet, és akkor nézzük is, van egy kolosszusunk. 1100 közrendponttal. Ja, is nézni akartam közben amúgy, hogy mennyi élelemtermelés jelent ez nekünk, jelenleg 17900, letesszük az 1001-est, meg a 280-ast, meg még ezt a szép aranyszínű fácskát, ezt igazából csak azért, mert nem tudom máshova rakni, és itt igazából van rengeteg hely, és akkor így összesen, hát kicsit több mint 400 kajtermelést adtunk hozzá a, az erődünkhöz. Nem nagyon érzem, hogy megérte volna, tehát ennek az es dísztárnak lehet, hogy majd találunk a későbbiekben jobb helyet. Minden esetre az összközrendünk az most jelenleg, hát közelíti a 14 ezeret, akkor szerintem ezt körülbelül ezen a szinten is fogom hagyni. Illetve nem tudom, még esetleg a kisebb zékkel, aha, elérjük a 14 ezeret, és akkor egy ideig most nem kell visszanézni majd erre az erődre közrend szempontjából. Aztán úgyis majd a az építősevent miatt fogok kapni egy 3 meg egy 4000 közrendes dísztárgyat, úgyhogy majd azoknak az elhelyezéséről kell majd egy kicsit gondolkodni. Minden esetre most egyenlőre ez a téma, ez ennyi. Nézzük, sikerült-e ezt a macitábort? Sikerült, úgyhogy indítjuk is a következő kémkedést. Három oldalon véd, viszont az udvarban nincs katonája, amire én azt fogom csinálni, mivel rengeteg perimondi, pajzson van, hogy első hullámba teszek pajzsokat és távosokat, és a többi hullámba pedig csak és kizárólag eszközöket. Ez egy teljesen sima legkisebb szintű tábor, úgyhogy még a hírnév növelőkkel nem fogunk bajlódni, viszont úgy látom, hogy csak csak Berimond kincse van jelenleg a raktáramban, többit már elhasználtam másra, úgyhogy ebből fogjuk megnézni, hogy mondjuk ha egy hullámot teszek be, akkor az mennyi pontot növel, mert jelenleg még nem, nem akarom ugye elhasználni a bónuszpontjaimat. Szeretném ugye begyűjteni a felszereléseket, illetve most erre úgy látom, hogy elég lassú a támadási sebességünk, úgyhogy rárakok egy tollat. Ja, ezt el akartam menteni, el ne felejtsem gyorsba. Támadás mehet, és az a helyzet, hogy nagyon régen játszottam úgy aktívan a Good Game empire is, úgyhogy kicsit, kicsit még vissza kell, igen, a relikvia felszereléseket akarom gyűjteni, kicsit még vissza kell rázudjak. Megnézzük, hogy ez mennyi hősiességpontot fog adni, és utána, hogyha látjuk, akkor már egy kicsit könnyebb lesz számolgatni, hogy mennyi ilyen hősiességpont kell rakni ahhoz, hogy a következő utalmakat is megkapjuk. Cél ugye 45 ezer, nem ebben a videóban fogom elérni, hanem úgy a nap folyamán valamikor. De az a lényeg, hogy a, abból a szempontból még támadhatunk rengeteget. Meg akartam még venni a kovácsmestertől is a dolgaimat. Ezen a héten még nem vettem igazából nagyon sok mindent, úgyhogy arról lehet csinálunk egy külön videót. És igen, hát oltogatni szoktunk még ilyenkor. Például meg építgetni. Építgetésről is csinálhatunk valamit, mert itt van egy legendák csarnoka például, amit fejleszteni kell és azt szerintem még ha nem is itt a 182-es szintre, de mondjuk elkezdhetjük felhúzni legalább addig, hogy a, a következő pontkiosztást meg tudjam csinálni. Ugye most erre gyúrunk 15 pontokra, úgyhogy még kettőt kéne fejleszteni ezen a rendsétlenen, és se üvegem se olivám nincs hozzá, ezzel az olivát meg is oldottuk, viszont az üveg. Üvegből nem biztos, hogy elég lesz az a pár ezer, amit tudok küldeni a másik helyről. 7000, meg 22, 23, mondjuk 30. Aha, akkor üvegből is elég lesz. Akkor támadjunk még egy nomádot, a mondó vagyok. Sőt, ne is nomádot, mindegy, most itt a nehézségre megerősítjük a haladó pluszt. Ugye ezzel tudjuk a legtöbb forrást kisajtolni belőle. És akkor egy kánt akartam megtámadni. Úgy látom, hogy már fejletették is a kollégák. 6 másodperces kémkedés, ennek már ugye az udvarban is van védelme, viszont úgy látom, hogy eszközöket csak a frontra és a jobb szárnyra kell tegyünk, ami egy rendkívül előnyös pozícióba juttat minket, nem fog elfogyni az eszközünk. Mondjuk hálás lennék, hogyha érzékelni a kedves számítógép a kattintásaimat, és akkor ezekre meg tök mindegy milyen katonát gyakorlatilag az összes katonánkat be tudtuk tenni. Az mondjuk vicces. 2 perc, 50 másodperc, az a megelégszünk, és nézzük, igen, 1200-et sokkal több katonám van elküldve, és nézzük, hogy milyen katonáink maradtak még itt. Aha, ezek csak védők, az a Oké, azokat ki fogom szerintem pattintani erődbe, mert elég sanszos, hogyha megkapjuk a, a jutalmakba a támadókat, akkor már nem lesz elég itt a Élelemtárló kapacitásom, meg az élelemtermelésem. Igen, itt 500 pontnál kapásból már kapunk 500 katonát, és akkor így tovább határa csillagos ég. Több ezer veterán démont fogunk kapni még az event végéig, hogyha megcsináljuk, és akkor ezzel lesz erőforrásunk, ilyen kő, meg fa, meg lesz királyság erőforrásunk is, amivel majd a további szintjeit fogjuk tudni a csarnoknak fejleszteni. Na nézzük akkor ezt a medve támadást. 1800, aha, ettől féltem kicsit amúgy, hogy nem lesz egy, egy egész küldetésnyi pontunk. egy támadunk egy simát, azt azzal akkor majd meg lesznek a pontjaink. Kovácsmestertől Mestertől hamarosan igen meg kéne vegyem a kisebb értékű pontnevelőket, hogy azokat is értelme legyen elhasználni, és akkor kémkedjük igazából a következő maci tábort. Ha azok visszatérnek, akkor már tudjuk is támadni a következőt. Mondjuk abban nem vagyok biztos 25 bukó. Jó mindegy, azért azt majd csak kigazdálkodjuk valahogy, de amíg a nomád támadásból vissza nem térnek a katonáink, akkor addig nem nagyon tudunk macikat támadni. Igen, ilyenkor szoktuk még beszedni az ilyen mindenféle jutalmacskákat, itt van 6 darab találtárgyunk, ezek felszerelések, egyiknek sincs semmi értelme, akkor őket szépen eladjuk. Erre is kéne legyen valami jobb rendszer, amúgy, hogy ne egyesével kelljen, mondjuk főleg a a, 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 felszerelés menüben nagyon idegesítő eladni ezeket. Mondjuk kéne egy hogy így, így kijelölünk sokat, és akkor rá tudunk kattintani egybe az eladásukra. Ez itt tényleg, hogy egyesével kell rá kattintgatni, eladogatni. Az elég idegesítő, hát legalább ennyi könnyebbségünk van, hogy egy fajtára rá tudunk szűrni, és akkor szépen el tudjuk adogatni az ilyen csekélyebb minőségi dolgokat. Igazából nem tudom, nem nagyon háborúzok, úgyhogy már a rombolós felszereléseknek sem tartom sok értelmét megtartani. Maga a rombolós is csak arra jó, amikor sima parancsnokkal véd az ember, azt hiszem de ebben nem vagyok biztos, úgyhogy már nincs nagyon értelme ezeknek a szegény régi felszereléseknek. Amit mondjuk egy kicsit sajnálok, hogy teljesen leváltott ez a relikvia, mert gyakorlatilag most már olyan gyorsan el lehet érni a 70-es szintet, hogy az ember bele sem merül az ilyen sima felszereléseknek az összegyűjtögetésébe, inkább gyorsba eléri a 70. szintet, és onnantól kezdve már mindent a relikviákkal intéz. Na hát nézzük ezt a kántámadást, elég jól sikerült, úgy látom. 60-60 ezer üveg faszén olívaolaj. Azt a rohat, és 73-73 ezer fa megkő. Hát ez, ez gyakorlatilag minden támadásra egy fejlesztés. Ami mondjuk azt jelenti, hogy ha mondjuk eventenként 10 kánt tud támadni az ember, akkor azzal mennyi 50 event alatt, és het, hetente egy event van, gyakorlatilag egy év alatt ki tudja húzni 550-esre a csarnokát, különösebb erőfeszítés nélkül. ta az irónia dologban az, hogy a sima erőforrásunk fogyott el. Úgyhogy ez a kántámadás ez rohadt jó, főleg haladó plusz módban. Megtölti teljesen királysági a raktárat, úgyhogy ezt majd, majd használni fogom a, későbbiekben is ezt a technológiát. Sőt, terveztem készíteni egy videót a csarnokozásról, úgyhogy igazából abba is hamarosan belecsaphatunk. Most viszont feltenném a kérdést itt a videó végén, hogy kinek hogy tetszett ez a formátum írjátok a kommentbe, illetve hát lájkokkal is jelezhetitek, hogy, hogy mennyire van erre igény, hogy csináljunk ilyet, hogy kicsit kötetlenebb témában, amit épp meglátunk, azt, azt csinálgatjuk és beszélgetünk róla. Legyenek ilyen videók a Soma egy kastélyból, még talán azt tudom megjegyezni, hogy 878 hatalom pont hatalompont, és akkor a későbbiekben csinálunk ilyet, akkor nagyjából látni fogjuk a, a fejlődésünk ütemét. Írjátok meg kommentbe, hogy tetszett, nem tetszett, mi az, amit változtatnátok ezen a formátumon egyáltalán legyen -e még további részebből, és hát köszönöm szépen a figyelmet, ha nem vagytok még feliratkozva a csatornára, akkor tudom javasolni, és így nem maradtok le a következő videókról, és jó játékot kívánok mindenkinek, sziasztok!